Szevasztok srácok! Meghívást kaptam, majdnem elesek a saját lábamban és a saját fülesemben, szóval meghívást kaptam egy ilyen szexuális védekezési eszközök kiállításra. Gyakorlatilag ugye láthattátok ezt a gyakorlatilag szót, annyira el kéne felejtenem. Szóval láthattátok ugye a szex című videót, és abban is ilyen védekezési eszközökről beszéltünk, és most van ez a kiállítás, ahol mindenféle korszakon végig lehet menni, hogy éppen milyen korszakban milyen védekezési eszközt használtak az emberek, és ide fogunk zúzni, és ha már ide zúzunk, akkor gondoltam, hogy miért ne venném föl néktek egy videóra ezt az egész eseményt, szóval most ismételten velem fogtok tartani, nem annyira részletesen talán, meg nem annyira hosszan, mint amennyire tegnap, de erről a programról szeretnék nektek egy-két felvételt készíteni, szóval zúzzunk. A felépítése a kiállításnak alapvetően úgy néz ki, hogy balra-jobbra haladva a korszakok szerint épül fel, és ilyen kis plakátokon össze vannak válogatva az éppen aktuális korra jellemző szexuális védekezési eszközök és módszerek, egészen egyébként időszámításunk előtt 3000-től napjainkig. Rengeteg féle fajta van, vannak fizikai megoldások, vannak növényi, állati megoldások, vannak ilyen, tehát ilyen időzőres, ilyen babonás megoldások, és ugye vannak a napjainkban is használt modern eszközök. De van egy-két teljesen idióta, vagy esetleg meghökkentő, vagy esetleg vicces, amiből szemezgettem nektek egy keveset, egyet-kettőt, és azokat fogom nektek így megmutatni ebben a videóban. Nézzük az elsőt. Az első, amire felkaptam a fejem, az időszámításunk előtt 3000-es plakáton volt, hogy tampon citromlével, mondom, what? Én nem vagyok egy nő, nem tudom, hogy milyen lehet tampont használni egyébként, de viszont annó nem is arra használták, mint amire ma használják, hanem szexuális aktus előtt gyakorlatilag belemártották citromlébe, vagy valamilyen savas lébe, és azt felhelyezvén folytatták le az aktust, hát ami azért, hogy mondjam, szerintem egyik félnek sem nagyon kellemes, viszont annál inkább fúj meg, Nézzük, milyen a második. A második és a harmadik ilyen dolog, amire így felkaptam a fejem, az malacunkra egy képen van. Az egyik ilyen, az a bronz mészájsapka, ami egyébként egy ilyen ószeres hasonló mechanikán működött már, szóval az volt a célja, hogy ugye a spermiumokat meggátolja. Viszont a szöveg is itt a kedvencem, illetve maga az eszköz, hogy egy ilyen cuccot, amit a képen látok, ezt felhelyezték a nőnek, hogy oda, és mindezt egyébként egy rút tartotta ott, és a végén, a szövegnek a végén azt nagyon szeretem, hogy ami kifejezetten fájdalmas együttlétet eredményezett, szóval, hogy úgy, hogy mondjam, el tudom képzelni, hogy az a cucc ott fent, úgy azt egyébként valami rúd is ott tartja, és egyébként is az annyira nem lehetett kellemes, illetve a másik az a menyéthere, amit említettem már az előbb, hogy ugye volt egy-két ilyen babonásabb dolog is. Szóval a menyéthere az úgy működött, hogy a legenda szerint, ha valaki egy menyétherét a nő combjai közé kötötte a szeretkezés közben, illetve a menyét egyik csontját is magára helyezte, akkor képtelen volt terve esni. Na most ez tök jó, meg minden, meg tök aranyos, hogy ezt elhitték annó, időszámításunk előtt egyébként 500-ban, de hogy egyébként, hogyha úgy teherbe esik utána a nő, akkor kitokolnak a menyétet? De most komolyan! Na mindig nézzük, milyen a negyedik. Negyedikként, ami szemembe ötlött, az időszámítások után körülbelül 500-tól lévő eszközök között lévő szereplők gyakorlatilag ilyen teknős páncélból is készítettek ószereket annó, és így ezt így férfi szemmel csak annyival tudnám kommentelni, hogy au! Egyébként ezen a képen található az úgynevezett hisztéria tabletta is, amit annó John Hopper azért talált föl, hogy ezeket a menstruációs hisztiket gyakorlatilag a nőknél csökkentse, ugye említette a menstruációs fájdalmat, meg a gyomor problémákat is, viszont ugye vetélést is okozhatott, ezért nem igazán ajánlották, viszont ami nem okoz vetélést, azt léci valaki most is találja már föl, de komolyan. Az 1800-as évek környékén egyébként elkezdtek már megjelenni az első ilyen normálisabb eszközök is, amik már hasonlítanak, már mondhatni, hogy jobban hasonlítanak a mai eszközökre. Első körben például ott van ez a fogamzásgátló szivacs téma, ami már inkább hasonlít egy tamponra, mint sem egy teknős páncélból készült kotorra, vagy egy citromsabba áztatott valamire, atya úristen. Meg nem is bottal kell ugye felszúrni, illetve ugye ott van az arany spirál, ami egyébként most is van, mint spirál, csak már nem aranyból van, gondolom kényelmesebb így, illetve a képen található az 1800-as évek Kövér Lászlója, aki még az orvosoknak is megtiltotta azt, hogy a fogamzásgátlásról beszéljenek, picit ő ügyesebb volt, én a mondó vagyok. No politika. Az 1920-as években viszont már azért egyre inkább olyan készülékeket, illetve olyan ilyen védekezési eszközöket állítottak elő, amik egyre jobban hasonlítanak a ma napjaikban található eszközökre, viszont az 1920-as években inkább a nők felé orientálódtak, szóval amiket én itt 1920-ból látok, ezeket mind nőknek kell vagy felhelyezni, vagy pedig használni ahhoz, hogy ne essenek teherbe, de viszont egy dolgot még mindig nem értek, hogy ezt
miért fémből csinálták? Ott van mellette a gumiból, de hogy a mészáj sapka, hogy azt miért fémből? Mármint érted, hogy úgy az A, meg úgy U. Aztán már az 1930-as években egyébként már így a férfiakra is gondoltak, hogy nem biztos, hogy csak a nőknek kéne a szexuális védekezéssel foglalkozniuk, lehet, hogy a férfiakat kéne egyébként megcélozni. Ilyenkor már bejöttek a kotonok, tesztelték a kotonokat, de egyébként már itt is voltak mészáj sapkák, ami már végre nem fémből készül, de komolyan én könnyebbülök, meg aztán férfiból vagyok. Na most ezen a képen sok érdekesség található egyébként. Az első az, hogy ószertesztelés. Én értem azt, hogy az ószereket nagy üzembe kell teszteni, de adták volna oda 8-10 általános iskoláknak, 8-10 ilyen általános iskolának, és gyakorlatilag mindenki felfújja magának a fején, és akkor ha-ha-hi-hi-hi. Szóval értitek, tök fölösleges volt ekkor üzemeket erre áldozni. A másik, ez. Újra használható ószer. Fúj. 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 De hogy úgy értitek, hogy úgy fúj. Meg a másik. Az első tabletta. Nézzétek meg a srácnak a fejét. De komolyan, nézzétek meg közelebbről a fejét. Ez nem fogamzásgátló tablettát talált ki ez az ember, ez szerintem valami más tablettát fedezett föl, de komolyan mondom. Meg egyébként ezzel a szemöldökkel minek kutatta a fogamzásgátló tablettákat? De mindegy, ez már csak az én gonoszságom. Nagy király, hogy feltalálta ezeket, de hogy úgy érted. Aztán ugye a végére itt vannak a szex videóban, szex című videómban már kitárgyalt eszközök, ugye itt van a hüvelygyűrű, itt van a hormontartamú injekció, a fogamzásgátló tapasz, a méhen belül eszközök kategóriába sorolható, például ugye ez a spirál, ami itt a képen van. Ugye ezt az előbb említett videóban már a doktor úrral ezeket kiveséztük, illetve már megmutattuk nektek, és ja, én köszönöm szépen a figyelmet így, és hogyha bármi egyéb ilyen érdekes információra még kíváncsiak vagytok, akkor a fogamzásgátlás.hu-t ajánlom felkeresni, ott tudtok még érdekességek közül szemezni. Nos, hát srácok, ennyi lett volna egyébként ez a kis kiállítás téma. Igazából azért láthatatok ilyen képeket, és azért mondtam rá utólag, mert annyira ott bennem volt kedvem igazából beszélni. Szerintem elég érdekes volt egyébként, és remélem, hogy ti is érdekesnek találtátok, hogyha bármi egyéb ilyen érdekességre kíváncsiak vagytok, ugye, akkor ahogy már mondtam egyébként az előbb is a fogamzásgátlás.hu-n találtok még érdekesebb információkat. Egyébként tényleg úgy fura, hogy milyen elborult ötleteik voltak annó, de és nem azt mondom, hogy működött, mert én nem tudom egyébként, hogy működött, de hogy működött, majd használták, de hogy mennyire ilyen szélsőséges dolgot találtak ki annó, és hogy egyébként ez a dolog ez ma már mennyire egyszerű, szóval, hogy ez egy ilyen számomra tök nagy meglepetés, meg tökre ilyen érdekes információ. Na mindegy, még egyszer remélem érdekesnek találtátok ezt a videót. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és hogyha szeretnétek még ilyen vagy ehhez hasonló videókat látni ezen a csatornán, akkor dobjatok rá egy lájkot, illetve mondjátok el a véleményeteket kommentben. Még egyszer köszönöm szépen, szevasztok!